A Medián közvélemény kutatása szerint a Jobbik erősödését, a Fidesz gyengülését hozta a február, miközben az összefogás ellenzéki pártjainak támogatottsága nem változott. A felmérés azt mutatja, hogy a Fidesz továbbra is magasan vezeti a pártok népszerűségi listáját. 22%-ra csökkent viszont azok aránya, akik nem rendelkeznek pártpreferenciával, vagy nem nyilatkoznak erről. Az egy évvel ezelőtti mindössze 40%-os választási részvételi hajlandóság mostanra 57%-ra nőtt. Az önmagukat biztos szavazónak vallók egy tizede pedig még mindig nem tud, vagy nem akar pártot választani. Volner János, a Jobbik frakcióvezető helyettes és alelnök. A tisztelettel köszönöm, képviselő úr. Jó reggelt kívánok. Mi van a növekedés mögött, ezt majd ön nyilván elmondja, mit sejt. Beleolvastam a programjukba, olvastam a választási programjukat is, és ilyenek vannak benne például, hogy ingyenes fogászat, ugye a nyugati beruházóknak, nál dolgozók, munkavállalóknak körülbelül olyan bért kell adni, mint amit kint keresnek, legalábbis a 80%-át keressék meg, csökkentenék az áfát, reklámadó, feliratos filmek. Sokan azt írják az interneten, és akkor az ő kérdésüket tolmácsolom, hogy könnyű önöknek ígérgetni, mert hát nagy valószínűséggel nem lesznek kormánytényező. Ön nyilván leszáfolja. Tehát nem lehet majd önökön számon kérni. Én azt látom, hogy jelenleg az összes közvéleménykutató arról beszél, hogy vehemensen erősödik a Jobbik, és mi magunk is azt tapasztaljuk országszerte a fórumokon, hogy már nem csak a fiatalok körében vagyunk a legnépszerűbb párt. Itt ugye arra gondolok, hogy a 35 év alatti korosztálynál a Jobbik a legerősebb pártja Magyarországnak, hanem most már egyre többen középkorúak, sőt idősebbek is jönnek a fórumainkra, részt vesznek ezen, és elindult ez az áramlás be a Jobbik szavazótáborába, egyre inkább erősödünk. Az, hogy rengeteg választási gyűlésre mennek, Volner elnök úr itt volt a múltkor, elmesélte. Ilyenkor az emberek mit kérdeznek önöktől? Elegünk van ezekből is, elegünk van azokból is, jöjjenek önök. Tudja, mit látok? Az emberek azt értékelik, hogy mi nem a másik párt lejáratásával foglalkozunk, hanem programközpontú kampányt folytatunk. Kifejezetten arról beszélünk, hogy hogyan lehet Magyarországon több munkahelyet teremteni, mit kell annak érdekében tenni, hogy a devizahiteleseken segíteni lehessen, és alapvetően a társadalom legsúlyosabb, legfontosabb problémáira keresünk hatékony szakmailag kidolgozott válaszokat. Ez a programismertetés teszi ki a kampányainkat, a lakossági fórumainkat, és az emberek ezt értékelik, hiszen sokkal tartalmasabb politizálás folytatunk, mint a többi párt. De azt nem kérdezik meg önöktől, képviselő úr, hogy ha bejutnak a parlamentbe, mert nagyon úgy néz ki. Édelem, ezt a kormányzati tényezők tegyük föl, akkor hogyan fogják ezt megvalósítani? Ellenzékből ezeket szép dolog, de nehéz. Azt látom, hogy kormányzati tényezőnek várnak minket nagyon sokan az országban, és mi magunk is úgy gondoljuk, hogy tekintettel arra, hogy a bizonytalanok azért lettek bizonytalanok, mert kiábrándultak már a Fideszből is és a baloldalból is, ezért a legnagyobb esélye a Jobbiknak van arra, hogy ezt a legszélesebb tábort meg tudja szólítani. És azt látjuk az elmúlt időszakban, hogy bizony-bizony a bizonytalanok egyre nagyobb számban választanak minket, jobbikosokat, és alapvetően ez bizakodással tölt el, győzelmi reményekkel vágunk neki a választásnak. Megjegyzem egyébként, hogy nincs is értelme ennél kevesebben nekivágni. Ezzel teljesen egyetértek, hát az, aki elindul a választáson, az nyilván azért indul el, hogy győzzön, vagy legalábbis nagyon jó pozíciót érjen el. De mégis még egyszer megkérdezem, mert az ügyesen átsiklott a kérdésem, hogy a számunk érhetőség, tehát mi lesz akkor, hogyha nem tudják ezeket az ígéreteket mind végrehajtani, akkor azt mondják majd a következő választáson 2018-ban, hogy na, önök is csak ígértek, és lám, alig-alig valósult meg belőle valami. Hadd mondjam el azt azért, hogy mi nem populista módon ígérgetünk, mint a többi párt, aki adott esetben pénzszórást helyezett kilátásba, és nincs meg ennek a fedezete. Hogy akik a állami támogatásokat felajánlják bizonyos szervezeteknek? Nem csak arra gondolok, hanem arra is, hogy különböző módon beígérnek mindenfélét, aminek tényleg nincs meg a fedezete. Amire mi ígéretet tettünk, például, csak itt korrigálnom kell az ön szavait, a kereskedelemben és szolgáltató multiknál tervezzük ezt a bizonyos anyaországban elér bérek 80%-ára történő emelést, tehát a termelővállalkozásoknál nem, azért mert egy termelővállalkozás könnyebben elhagyja az országot. Tehát ez egy olyan reális alap. Mondjuk nagy bevásárlóközpontok név nélkül. Nagy bevásárlóközpontoknál, ha nekik nem tetszik, akkor valóban hazamehetnek, hiszen ők gyakorlatilag egy pénzhivattyút működtetnek Magyarországon. A piacon levő magyar vállalkozások azonnal betöltik az általuk hagyott űrt. Tehát ilyen szempontból az országot nem éri veszélyt.
veszteség. És hogyha konkrét név is említésre kerülhet, mi például nem kötöttünk volna a Tesco-val stratégiai szövetséget, mint a Fidesz kormány, hiszen egy kereskedelmi multival stratégiai megállapodást kötni gyakorlatilag értelmetlen. Képviselő úr, bármi is lesz a választás eredménye, hogy április 6-án lesz a országgyűlési képviselőválasztás. Nem tudjuk, mi lesz az eredménye, akármi is legyék. Önök mind a két oldallal hajlandóak tárgyalásba bocsátkozni azért, hogy a programjukat megvalósítsák? Egyetlen oldallal sem vagyunk hajlandóak tárgyalásokba bocsátkozni. Mi ezeket a politikusokat, akik az elmúlt 24 évben romlásba vitték Magyarországot, keményen el szeretnénk számoltatni. Ez a programunk egyik központi eleme, maga az elszámoltatás. Amit mi tudunk ígérni az, hogy ha a nemzet érdekében áll valami, akkor meg fogjuk szavazni, támogatni fogjuk, adott esetben kormánypártként képviselni fogjuk az emberek érdekét. Ha úgy gondoljuk, hogy nem a nemzet érdeke, akkor nagyon keményen ellene leszünk ezeknek a törekvéseknek. És nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy az elmúlt 24 év politikájának úgy vessünk véget, hogy mindenki megértse Magyarországot, hogy akár a Fideszt, akár a baloldalt választja, kis változtatásokkal ugyanaz a leszakadás folytatódik, mint eddig. Képviselő úr, tisztelettel köszönöm, hogy itt járt nálunk. Én is köszönöm önnek.